film. Két kört fogunk csinálni az elején. Az elején csinálunk két kört a hősök tere körül. Az egyben nem fog menni a lámpát. Jó, hát. Ami megy. Akkor csináljuk belől. Például. Jó, kezdhetem? Igen. Igen. És akkor te oda jössz, vagy hogy jössz? Kedves barátaim, Hakszameach! Dudával válaszoljunk! Hakszameach! Hakszameach! Köszönünk mindenkinek, aki eljött erre a különleges tál Luhatlák Bomerra, Lágbaomeri felvonulásra. Köszönjük, hogy itt vagytok, hogy együtt adjunk és emlékezzünk Rabbi Akiva tanítványaira és Rabbi Akiva tanítására, a felebaráti szeretetről, az örömről, mindazokról az értékekről, amik el tudják mulatni a gyászt, és nekünk is reményt adnak ebben a különleges időszakban, amikor el vagyunk egymástól zárva, és alig várjuk, hogy véget érjen ez a járvány időszak. Több mint 2000 évvel ezelőtt Rabbi Akiva tanítványai összesen 24 ezeren meghaltak egy borzasztó járványban, és ez a járvány a mai napon, az Omer számlálás 33. napján szünetelt. Ezen a napon ért véget a járvány. Rabbi Akiva azt tanította, hogy a legfontosabb tanítása a Tórának, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Később, sok évvel később, egyik azoknak a tanítványoknak, aki túlélte ezt a járványt, ezen a napon hunyt el. Rabbi Simon bar Yochai, a Kabbala, a Zohar könyvének szerzője, azt hagyta meg, hogy a halálának a napja egy örömünnep legyen. Mi is örülünk és ünneplünk, ünnepeljük a hagyományainkat, ünnepeljük azokat az értékeket, amik megtartottak bennünket 3000 éven keresztül, és azt kívánjuk minden embertársunknak, hogy ezekben a viszontagságos időkben mindahányan legyünk képesek fölismerni,
hogy a világ nem gazdátlan, legyünk képesek fölismerni, hogy nincs fontosabb dolog, mint hogy megadjuk egymásnak a tiszteletet, a szeretetet, és reménytelen időszakban is ne veszítsük el a reményt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vesz ezen a mai útvonalon, ezen a mai felvonuláson, és külön köszönet a nógrádi családnak a szervezésért. Tassoljuk meg őket a dudákkal! Nem hallom a dudákat! Köszönöm szépen mindenkinek, és egy olyan felvonulást kívánok, amiből mindahányan erőt tudunk meríteni. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy igyekezzünk a KRESZ szabályait betartani. Az autóból a rendőrség kérése, hogy nem szállhatunk ki. Kövessük egymást, vigyázzunk egymásra, és mindenkinek egy jó ünnepet. Nem sokára elindul a felvonulás, két kört fogunk tenni a Hősök tere körül, és utána pedig elindulunk az előre megjelent útvonalra, körülbelül 6-ra fogunk az óvodai zsinagógához érni, ahol barbecue vár bennünket. Mindenkinek Hag Sameach! Üdvözlünk titeket a Lábdomber felvonulás alkalmával. A Lábdomber napja az ókorban egy jókos járvány végére. Ezért a zsidó hagyományban ma a kigyámság és a felebarátú szeretet értékeljük. Kihasználjuk ezt az alkalmat, hogy köszönetet mondani az ország valamennyi egészségügyi dolgozójának, és reményünk te hallgunk hangot, hamarosan mi is minnyáján a járvány végét ünnepel. Együtt kérjük az örökkévaló Isten, hogy hozzon gyógyulást bajainkra és vigasztalást. Maradj. Napi információ a zsidók.com felvonulása
Shuvo, Hashem Adno, was